estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ezen a héten újból egy mozis játékkal kezdünk. A kérdésünk pedig az, hogy milyen címen indít rajzversenyt a Nyírerdő ZRT. A választ egyébként a mai műsorban meg is tudhatják, a helyes megfejtők között pedig egy páros mozi egyet sorsolunk ki a Cinema City jóvoltából. Mozi után pedig rögtön színházzal folytatjuk. Szeretettel köszöntöm Szabó Mártát itt a stúdióban. Jó estét, szia! Jó estét. Hát szívből gratulálunk, Oze díjat kaptál, még a múlt év decemberében, de hát ahogy elnézem a színház repertoáriát annyira, vagy a műsorát, azért nagyon-nagyon sokat dolgozol, nem sokára egy újabb bemutatóra készültök itt a Móricz Zsigmond Színházban. Hát először is beszélgessünk erről a díjról, ezt ugye annak idején gyakorlatilag egy színész óriás alakította, igen, ugye Gobbi Hilda, aki gyakorlatilag játszotta ezt a szerepet, ami egy nagyon rövid kis epizód szerepke volt, és ez egy különleges helyzet a színész számára, amikor pár perc vagy 10-20 perc alatt kell valami jelentőset alakítani és maradandót. Nos, hát úgy látszik, hogy ebben téged ítélt a kuratórium a legjobbnak ebben az esztendőben. Egyrészt mit szóltál hozzá, másrészt hogy állsz az epizód szerepekkel, mennyire kedveled őket? Hát nagyon meglepett, mert nem, hát így nem voltam képben, nem tudtam, hogy létezik ez a díj. Biztos hallottam, szóval hogy így nem volt így az agyamban, hogy ez van, úgyhogy amikor megkaptam, nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki. Az epizód szerepeket pedig, hát szerintem szeretik a színészek, ha már abból indulunk ki, hogy nem kell sok szöveget tanulni. Hálás szerep. Igen, de vannak kifejezetten jó és hálás epizód szerepek. Szóval én így végig gondoltam, hogy igazán ilyen nagy címszerepeket én nem is nagyon játszottam. Például az elmúlt években nem volt ilyen, tehát főként epizód szerepeket. De hát szeretik. A mi szívünkhöz te annyira hozzánőttél, ugye 1999 óta vagy gyakorlatilag itt a... 95. 95 óta? Igen, akkor voltam 6 évig. Hát, akkor majd még jobban hozzánőttél a szívünkhöz, ugye kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de hát gyakorlatilag most már te ennek a színháznak az oszlopos tagja vagy. Mi az, ami téged itt tart Nyíregyházán? Hát egyrészt itt kezdtem a pályámat, és nagyon megszerettem ezt a társulatot, és 6 év után, miután elkerültem, még akkor is így jártam is vissza, mert még volt előadásom, meg nagyon mély nyomot hagyott bennem, meg nagyon ragaszkodtam ehhez a társulathoz, meg egészen más munka folyik mondjuk Budapesten, mint egy vidéki színházban. Itt azért nagyon ismerjük egymást, meg egymás szájában élünk, hogy úgy mondjam, és egészen más munka folyik. Tehát ilyen komolyabb műhely munka, hogy így fogalmazok. Bár volt Pesten is olyan társulat, ez inkább egy ilyen alternatív társulat, egy nem közszínházas társulat, ahol ugyanilyen munka folyt, de szerintem jellemzőbb a vidéki színházakra. Ott nem szedi szét a színészeket, a szinkron, a reklám, tehát nem tudnak nagyon elrohangászni, más munkát végezni, és akkor inkább arra az egy dologra koncentrálnak szerintem. Hát legalábbis én ezt éltem meg itt Nyíregyházán. De kifejezetten igazából ez egy nagyon szeretetteljes és befogadó társulat, társaság. Ha már így említetted a szinkront, azért úgy gondolom, hogy minden színész álma az, hogy azért, ha, még hogyha tökéletes is a társulata, és tényleg nagyon sok mindent játszik, de legalább életében egyszer játszol mondjuk filmben, azért neked ez többször is megadatott. Minek köszönhető az, hogy valakit fölkérnek? Hát egyrészt vannak castingok, vagy valamelyik filmrendezőnek megtetszik az a színész esetleg. Olyan hű, de nagyon sok filmben azért nem játszottam, de azt hiszem mindegyik ilyen próbafelvételes film volt. Igen. És akkor ezek szerint egy ilyen rendszeres castingra járó színésznő vagy, vagy volt az életedben egy olyan pár év, amikor ez egy jó bulinak tűnt? Nem, hogy? Egyáltalán nem, és nagyon nem is szeretem a próbafelvételeket, általában nagyon rosszul sülnek el. Volt kifejezetten például a film című film próbafelvétele,
hát az jó pár évvel ezelőtt volt, akkor az még az első 6 éven volt itt Nyíregyházán, és épp évad végén volt a próbafelvétel, és akkor Nyíregyházára utaztunk Pestre, és én abban az évadban nagyon sok drámai szerepet játszottam, és akkor oda mentem a helyszínre, elém rakták a szerepet, ami megint egy ilyen nagy drámai szerencsétlen nő volt, és elolvastam, úgy nagyjából megjegyeztem, ott improvizálni kellett, így nagyjából megjegyezni, és akkor a rendezővel szemben lefolytatni a párbeszédet, közben vette a kamera, és én így nagyon nem akartam belemenni, és utána adott pár instrukciót a rendező, hogy jó, akkor jó volt ez a felvétel, még egyszer ismételjük meg, és az instrukció után, hogy milyen lesz. És én annyira rosszul voltam, és nem akartam, tehát volt egy ilyen eltartás bennem emiatt a szerep miatt, és akkor így sírva mondtam a rendezőnek, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltak, de én tulajdonképpen szóval ezt így nem szeretném, és akkor már sírtam, fölálltam, és elmentem, és úgy rohant utánam a rendező, hogy na, ez pont, ez az állapot, ami, úgyhogy abban így kerültem. Egyébként könnyen beskatujáznak egy színésznő? Hogy érzed? Te mennyire tudod ezeket a határokat esetleg feszegetni mondjuk itt a színházban? Hát szerintem eléggé színes repertoárom, szóval amiket eddig eljátszottam, nem vettem észre, hogy beskatujáztak volna, szóval volt ebben mindenféle szerepet. Én is úgy látom, hogy azért most már a humornak és tehát sok-sok fajta emberi érzésnek a skáláján mozognak azok a szerepek, amikben láthatunk. Most talán egy kicsit akkor legyünk aktuálisak, ugye márciusban lesz az új bemutató, lehet-e valamit erről elárulni? Hát ez mi lesz a szerepet? Don Carlos, és én ebben Eboli hercegnőt játszom, a királynő Erzsébetnek az egyik udvarhölgyét, aki hát szegénynek szintén nincs nagyon jó sorsa, egy szerelmes nő, aki viszonzatlanul szeret, és mindenféle intrikák, bosszút áll, aztán megbánja, szóval igen, egészen színes kis szerep ez, és komoly, ez is egy tulajdonképpen epizód szerep, de azért elég komoly szerep a darabban, vagy elég jelentős. Tudom, hogy lehet, hogy tényleg buta kérdés, mert hogy nagyon-nagyon sokat játszottál, de volt olyan szerep, ami nem tudom, a legkedvesebb volt eddig? Hú, ezt nemrég kérdezték, és úgy, hát egyet nem tudok így mondani. Én nagyon szeretek mókázni. A drámai szerepeim közül is van olyan, amit említenék, de amikre szívesen emlékszem, vagy amik így igazán közel állnak hozzám, bármi furcsa, azok inkább a vidámabb szerepeim. Hát itt az elmúlt években nagyon szerettem az Énekesmadárba a szerepemet, mondjuk ha régebbi időkre gondolok vissza a pályakezdésemre, akkor sokkal több drámai szerepet játszottam, de azokat is nagyon szerettem. Szóval igazából így egyet nem tudnék így kiválasztani. Na, ezt most nagyon szeretem, amit most csinálok, most a világ szerepek közül, aminek most volt nemrég az elmúlt évben volt a bemutató az Életszertárban. Pont erre gondoltam, hogy én most ebben láttalak, és szédületes volt. Hát Márti, szívből gratulálunk, és akkor kívánjuk, hogy a kisebb epizódszerepek után valami igazán nagy ütős főszerep is hamarosan beüssön, vagy eltaláljon téged, és az olyan legyen, ami a szívednek is kedves, és a humort, és a mélyebb és könnyedebb emberi érzéseket is meg tud csillantani majd ebben a darabban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mi pedig folytatjuk irodalommal, hogy stílusosak legyünk itt a művészet ösvényén. Magyar Boglárkát köszöntjük hamarosan a Weekend stúdiójában, aki egy fiatal író. Magyar Boglárka, ahogy így gondolkodtam, körülbelül 2 hónapja volt vendégünk itt a Weekend műsorában. Szia, Bogi! Hát akkor gyakorlatilag ugye itt felelevenítettük, ahogy én emlékszem, bár lehet, hogy sok néző nem látta azt az adást, hogy hogyan is kezdtél írni, milyen apropóból, mik azok a témák, amiket előszeretettel használsz, és ugye már arról is, hogy milyen szép sikereid vannak, de hát azóta itt bővült a repertoár, hiszen a magyar, illetve az Irodalmi Rádió hirdetett egy pályázatot, mesélj erről, mik voltak a feltételek egyáltalán, hogyan neveztél? Decemberben találtam rá erre a pályázatra,
teljesen véletlenül kutakodtam, mert éppen ideje volt, és gondoltam, hogy akkor keressünk egyet. Megtaláltam, hogy az Irodalmi Rádió hirdetett egy ilyen pályázatot. Az első dolgom az az volt, hogy felkerestem a honlapot, és elolvastam a 2016-os év diákíróinak a novelláit, és a győzteseket is megnéztem, és láttam, hogy ez egy elég komoly, színvonalas verseny, mert hogy aki az év diák írója, illetve év diák költője címet megnyeri, az egy kis trófeával is bővül, rajta az a neve, hogy például ugye az enyém, hogy Magyar Boglárka az év diák írója, és megláttam, és ú, de jól nézze ki a polcon. Jól nézze ki a nevem ezen a kis trófeán, gondoltad magadba. Igen, és küldtem rá három írást erre a pályázatra. Tudtam, hogy az én kategóriámban, a 15-18 éves kategóriában nagyon sokan fognak indulni, és hogy nagyon színvonalas lesz. És amikor megérkezett az e-mail, hogy szeretettel várnak engem az eredményhirdetésre, akkor az éppen szilveszter volt, és a bulit kellős közepén ért a váratlan hír. És ott is a baráti társaság, akikkel voltam, örültek neki, és gyorsan én is lecsaptatok két kölyök pesgőt, így a nagy ijegységre. Igen, aztán felmentünk, de én ezt nem is tudtam, és nem számítottam rá, hogy én leszek, és nagyon meglepődtem. Arról mesélj, Bogi, azt mondtad, hogy láttad, hogy az előző évben milyen komoly volt tulajdonképpen a felhozatal, és hogy meg kellett felelni egy bizonyos színnek, és ez volt a vonzó, tehát nem csupán elismerést szerettél volna, hanem a jók között szerettél volna a legjobbá válni. Így 15-16 évesen végül is tényleg milyen normának, vagy milyen színvonalnak kell megfelelni ahhoz, hogy valakit jó írónak, jó diákírónak tartsanak? Én mindig azt szoktam mondani, hogy senki ne azért írjon, mert hogy kényszerből, tehát kényszerből abszolút szerintem nem lehet írni. Dolgozatokat kell kényszerből írni, igen. Igazából az írás nekem az egy hobbi, az egy kiteljesedés, és én azért írok, mert szeretem, és az, hogy tehetséges vagyok benne, az csak egy dolog. És én mindig elsősorban magamnak írok, azért írok, hogy később visszaolvassam, azért írok, hogy majd később megmutassam, hogy én ilyen voltam, mert egy kis részem mindig ott marad abban a novellában, és ki tudom belőle olvasni, hogy akkor én miket éltem át, hogy mi volt az akkori stílusom, hogy milyen volt az akkori személyiségem. Az, hogy tehetséges vagyok, hogy ezt ki tudod mondani, ahhoz nyilván el kellett jutni, tehát egyrészt kellett a sok pozitív visszajelzés, másrészt pedig az, hogy a te önbizalmad is azért olyan erős legyen, és a személyiséged is egyre kiforrottabb, hogy ezt ki merd mondani. Kik azok, akik azért ebben téged segítenek, akik tényleg azt mondják, hogy igen, Bogi, nem csak beképzelt vagy, hanem az, amit írsz, az valóban jó, és az valóban mások számára is érdekes lehet. Igen, ahhoz, hogy én eddig eljussak, nekem ez nagyon nehéz volt kimondani, meg elfogadni, hogy én valamiben jó vagyok, mert nekem ez valahogy egy visszahúzódó természetű is voltam régen, és egyáltalán nem voltam az az önmutogató, most se vagyok az az önmutogató, tehát én abszolút nem szeretem, hogyha nyerek valamit, akkor nekem azt tudom, hogy másnap az iskolába be kell menni, és a többiek látják, és abból mi lesz, de szerencsére nagyon jól szokták fogadni, és örülnek, és mondják, hogy jaj, de ügyes vagy, és elolvassák, és hát ez tényleg nagyon szuper, úgyhogy egyrészt a barátaim is maximálisan támogatnak, ha kell elolvassák, átküldöm este 10-kor, akkor is elolvassák, amit írok, a tanáraim is maximálisan támogatnak, mind a magyar tanárom, osztályfőnököm, mindenki. Mi volt ez a három novella, vagy írás, amit elküldtél erre a pályázatra? A három írást úgy válogattam ki, hogy kettő ebből már nyertes volt. Az egyik kicsit ilyen meseszerű, az volt a címe, hogy Miért vad a vadalma, ezt a tavalyi tanévben írtam meg, a Nyírerdő ZRT hirdetett egy pályázatot, az évfája vadalmafa lett tavaly, és arra írtam, ezzel annak idején első lettem. A másik novella az Ikreknek lenni jó, című novellám volt, ezzel a vörös postakocsiba kerültem be, és egyikkel se nyertem, hanem egy új novellával, az Apám temetése című művel, ami már kicsit komolyabb volt, mert a Miért vad a vadalma az meseszerű volt, az Ikreknek lenni jó, egy kicsit humoros, egy kicsit gyermek
szemmel nézett novella, viszont ez az apám temetése, ezt többen is mondták, hogy ez jó lett, ez egy nagyon komoly, ez már olyan hozzám illő, és ezzel nyertem végül. És valóban egy tragikus dolgot hirtál meg, vagy pedig ez igazából egy szimbólum, amiről a cím adtad, tehát egy picit talán így lebbentsük fel a fájtlat, hogy miről is szólt ez a novella. Alapjába véve ez a novella tartalmazza az összes érzelmemet, felgyülemlett, évek alatt felgyülemlett rossz érzéseimet is. A temetés belőle nem igaz, illetve egy kicsit rólam szól, egy kicsit nem is, tehát ki van színezve, de hogyha valaki el szeretné olvasni, akkor az Irodalmi Rádió honlapján, az ifi rádiósok között, az ifjúsági részben ott vagyok, mint ifi rádiós tag, többek között én is, mert nagyon sokan vagyunk ott versesek, novellások 10-től 18 uh-huh. éves korig, úgyhogy ott szabadon el lehet olvasni ezt és az írást. És hogyha simán beírjuk a neved mondjuk a Google-be, hát esetet. Ezt még nem próbáltam magamra rákeresni. Látszik azért akkor még a kis, tehát azt gondolom, hogy igaz, az valóban még nagyon szerény vagy, mert akik már rákeresnek saját magukra, azoknál már valami lehet, hogy egy picit elindult már, hogy az öntömjénezés, de azt gondolom, hogy te ettől még nagyon-nagyon messze vagy. Hát szívből gratulálunk ehhez a díjhoz, hogyha mondjuk most így hirtelen az időben gyorsan szögdelnénk mondjuk 5-ös évvel, és mondjuk 20 évet előre ugranánk, akkor mikor lennél elégedett író saját magaddal, hogyha hol, milyen publikációd jelennének meg? Én azt gondolom, hogy egy író élete végéig kell, hogy fejlődjön, és sosem lesz elégedett magával, sem az írásaival, mert ehhez a szakmához kell egyfajta alázatosság, amit én is nagyon igyekszek megtartani, és megtartani ezt a szerénységet, mert ez egy szerintem alapjában véve egy jó tulajdonság, és attól függetlenül, hogy most én lettem az évdiák írója, ez nem jelent semmit, mert minden csoda 3 napig tart, és folytatni kell, és hogyha már megvan ez a színvonal, akkor ezt el kell kezdeni tartani, ezt a színvonalat. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy szerintem 30 év múlva se leszek teljesen megelégedve magammal. Persze biztosan lesznek sikereim, és nagyon remélem, el akarok indulni az írás irányába. Hát Bogi, most egy ilyen nagyon különleges fintora a szerkesztők munkájának, hogy ezt a stafétát most Csabai Lászlónak fogod átadni, aki téged követ, és arról, hogy mennyire elégedett egy író néhány évtizeddel később, erről majd őt fogjuk faggatni. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. 2018-ban az Artisius irodalmi díjat Csabai László kapta. Jó estét, szia Laci! Estét. Hát folytassuk akkor ezt a gondolatot, amit itt egy fiatal írótársad, ha mondhatom ezt, az beszélgetés végén mondott, hogy egy igazándiból jó író soha nem elégedett. Ugye tényleg néhány évtizeddel te idősebb vagy, mint Bogi, és azt nyilatkoztat, hogy valójában úgy 2008 óta, vagy valójában tényleg igazándiból elismert író, bár mindig is annak tartottad magad. Igen. Van elégedettség? Van. Van? Van, van. 10 évvel ezelőtt, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy a Magvető fogja kiadni az egyik könyvemet, és az országos terjesztő hálózatba bekerül, és a legjobb kritikusok fognak róla írni kritikákat is, és jó kritikákat, akkor azt mondtam volna, hogy köszönöm, ha ez megtörténik, akkor már érdemes volt megszületnem, akkor íróként is érdemes volt működnem. És ez megtörtént 2010-ben, sőt már a 4. könyvemet adja ki a Magvető, tehát azt mondtam, hogy egy nagyon fontos vágyam teljesült. De természetesen új vágyak is születnek, újabb és új könyv tervek is, és mindig van valami, amit el szeretnék érni. A megelégedettség tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos emberi erény, mert egyrészt abban az van, hogy hálát tudunk adni annak, hogy mindezt megélhettük, és hogyha rád nézek, akkor azt látom, hogy boldog ember vagy, mert azt csinálod, amit igazándiból szeretsz. Tehát az életed az írás. Igen. 7 évesen, amikor mondjuk ez megfogalmazódott benned, akkor azért ott nagyon nagy felelőssége volt akár a pedagógusoknak is, hogy ezt ne folytsák el, hanem hagyják, hogy szárba szökkenjen. Kinek vagy igazándiból, vagy kinek tartozol, vagy egyetlen tartozol-e hálával? Tehát magát ezt a hála kérdést, ezt át szoktad így gondolni? Igen, át szoktam már, nagyon sok mindenkinek. Egyrészt a gondviselésnek, mert
mert kell valami földön túli segítség is, és én azt hiszem, már ezt nehezen tudom meghatározni, hogy mi. De a szűk családomnak is, tanáromnak is, azt mondhatom, hogy mindig szimpátiával figyelték a, követték a tevékenységemet. Ami probléma volt, az ugyanaz, mint minden írónál, hogy azt hiszi egy szülő vagy egy tanár is, hogyha valaki költő akar lenni, mert először az akartam menni is író, az valami fantasztikus hobbi. Ő végzi el az iskolákat, jó munkahely lesz, és milyen jó, hogy még amellett verseket is ír. Azt nehéz megérteni a szűkebb családnak, hogy nem. Az írás az első, és utána jön csak minden más. De azért lassan ezt is elfogadták, vagy inkább most elfogadják, és nagyon hálás vagyok a feleségemnek és a gyermekeimnek, de legalább annyira a munkahelyemnek is, mert ott elnézik, hogy nagyon sokszor, nem nagyon sokszor, de alkalmanként hiányzok, Pestre kell mennem, könyvtárosi állásban lehetek, ami nagyon jó az íráshoz, és ezért az Ferdinánd Tibor igazgatónak is, és valamennyi munkatársamnak is hálával tartozom. Arról nem is beszél, hogy mennyi sok karakternek adták meg a mintáját, vagy legalábbis segítettek, élményanyagot nyújtottak nekem. Úgyhogy tulajdonképpen nincs okom panaszkodni. Talán az is benne lehet, ugye, hogy a költő az az egzisztenciális nyomor megjelenítője volt akár a magyar irodalomban is hosszú időn keresztül. Tehát amikor valaki a gyereke jövőjét tervezi, akkor szeretné, hogyha azért meg tudna élni ugye abból, amit művel. Na most, ami szintén egy nagyon érdekes kérdés, amit már itt a gondviselést említetted, ugye hát olyan, itt a Szimbád már trilógiára gondolok, hihetetlen sok történelmi hiteles adatkép, ami egyrészt a te tanulmányaidnak is köszönhető, másrészt olyan, mintha valami kollektív tudatból szednéd ki ezeket az élményeket. Néha nem csodálkozol el rajta, hogy ezt te írtad? Nem néha, hanem folyton csodálkozom. És az a helyzet, hogy talán létezik is ilyen, hogy kollektív. Nem vagyok benne biztos, de talán létezik, amikor rengeteg forrásban, amit nem sorolnék fel, ötleteket szülök magamnak, állítok elő, és történeteket szövök, akkor az a történetek úgy születnek meg, hogy azok valóságosak voltak. Tehát állandóan azt látom, hogy kitalálok valamit, és később rájövök, hogy az megtörtént. Rengeteg ilyen példa van, és egészen részletmenően tudnám ezt bizonyítani, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Tudod, mikor lesz... Hát borzongató, ha majd kitalálsz valamit, és utána fog megtörténni. Ez, hát akkor egy kicsit olyan, mintha teremtenéd a jövőt. Van. De ez is meg fog történni, és aztán már volt is ilyen. De felfoghatatlan dolog ez, és nem is jó igazán belegondolni, de minden esetben nem lehet olyat kitalálni, ami meg ne történt volna, vagy meg ne történne majd egyszer. Mert fantasztikus az életünk, elképesztő mennyire borzalmas, elképesztő mennyire szép, és minden megtörténik. Azon gondolkodtam, hogy valahogy olyan, mintha nem tudnál dolgokat lezárni, akár a novelláidra gondolok, hogy kell, hogy még legyen valami folytatás, és kettő vagy három is akár, ugye ez most itt a regényeidben is benne van, hogy mintha ne legyen vége. Igen, így van. Rengeteg ötletem van írás közben, nem csak az adott műre, hanem elkövetkező művekre is. És amit nem valósítottam meg, azt megvalósítom a következő könyveimben. Eddig ez olyan 2000 oldalnál tartok, ami ez a Szimbád trilógiát, ha ezt nézzük. És még van ötletem legalább 5 kötetre, tehát én nem is tudom, életidő kéne, hogy ezt mind meg tudjam írni. A főhős minden esetre nem hal meg, és nem is fog meghalni. Tehát nincs is igazán indok annak, hogy befejezem ezt a mondjam így lassan a regény folyamot. Nem akarok nagyon misztikus lenni, de amely itt a kollektív tudatról beszéltünk, az jutott eszembe, hogy akkor nagyon tudatosan esetleg próbálj meg úgy élni, hogyha a következő leszületésedben ezek az információk megvannak, akkor már akár 10 évesen sikeres íróként tudod folytatni, hogyha megvan mindez az ismeretanyag. Az nagyon ritka, hogy valaki az előző életére emlékszik. Azt hiszem, Buddha képes volt erre, sőt, az már maga egy Buddha állapot, és ebben nem vagyok biztos, hogy létezik, bárki tudja. Egyelőre még erre az életre is nagyon sok célom van. Laci, a másik, ami nagyon jó érzés lehet, amikor úgy írnak mondjuk kommenteket emberek, hogy nem is ismered őket, de érzed, hogy a napjuknak szerves részévé válik az, amit leírsz, és úgy vágyakoznak az írásodra, mint a sivatagban a szomjazó.
Igen, ezt szoktam követni. Van egy nagyon jó irodalmi portál, moly.hu, nem tudom, ismerőse. Ott nagyon imádom, amikor egy új bejegyzés van, és szinte mindegyik dicsérő. Ha egy-két kritikát fogalmaznak meg, azzal is általában együtt el szoktam fogadni. Az a jó, nagyszerű a prózai írásban, hogy nem kell 100%-osnak lenni egy műnek. A vers az csak tökéletes vers, a jó. Ha egy regény két szempontból nagyon jó, másik öt szempontból meg csak simán jó, akkor az már nagyon jó. Tehát kisebb hibákat lehet véteni. Nyilván tudod minden sorát a könyveidnek, de van olyan, hogy leülsz és előveszel valami régit, és elkezded olvasni? Nem, mert mindig találok bele valamit, amit át kéne írni. Illetve amikor egy újabb kötetet írok, vagy ellenőrzöm, hogy ezt az adott ötletet megvalósítottam-e már, akkor szoktam, de nem az egész könyvet, hanem csak a PDF változatban keresővel megnézem, hogy az a kis passzus, az hogy szól. Igen, meg hát előre kell menni, mert annyi terved van, hogy ha most itt leragadsz a múltba, akkor azokat kiírja meg. Nem szoktam olvasgatni. Hát kívánok neked sok-sok évtizedet, egészséget, és nagyon-nagyon sok örömöt abban, amit teszel, és köszönjük, hogy egy újabb kötettel gazdagítottad ezt a sort. Én is remélem, hogy a Szimbáda forradalmára az sikeres lesz Nyíregyházán is. Köszönjük szépen. Kedves nézők, mi pedig híradó után újabb vendégekkel folytatjuk, maradjanak velünk.